A vendéglátóiparban már régóta szoros a verseny, ezért csak a csúcsminőséget jelentő újdonságokkal lehet kitűnni a tömegből. Aki viszont saját céget alapít, annak számolnia kell a bürokrácia útvesztőjével és a beszállítók megbízhatatlanságával. Gici Andor, a Fricska Gastropub tulajdonosa elmondta, mindezek ellenére belevágtak a cég alapításba, mert nem akarták alkutárgyává tenni a színvonalat. Mindig olyan dolgok elé állítottak minket, ahol hogy valamiért kompromisszumot kellett kötni. Vagy a minőségben, vagy mennyiségben. Igazából nem szeretnénk kompromisszumot kötni, tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, mit szeretnénk adni, és erre azt mondom, most ez a legjobb hely az, hogyha a sajátunk van, mert tényleg most mi azt sajátjuk, amit szeretnénk. Az önállóságnak ára is van. Gici Andor tapasztalatai szerint nem egyszerű a kezdő vállalkozók dolga. Éttermet üzemeltetni azért elég nagy feladat, meg felelősség, mert ma Magyarországon nem adnak semmi olyan kezdő támogatást igazából egy olyan induló vállalkozásnak, hogy könnyebb legyen. Franciaországot tudnék pedálozni, ahol mondjuk, hogyha te egy, mint akár fiatal vállalkozó, vagy új vállalkozó, egy új vállalkozást indítasz, egy éttermet, akkor az előző munkahelyednek a bejelentett fizetésedet egy évig utalja neked az állam, hogy ezzel segítsen. Ugye itthon ilyen segítséget effektíven nem kapnak az induló vállalkozások, sőt, inkább ezt fizess be azonnal, ide kell beregisztrálni, ilyen illeték, olyan illeték, blablabla, bla, bla, úgyhogy inkább még azt mondom, hogy nehéz az indulás, de ha gazdaságosan dolgozik az ember mind a konyhán, mind a pályán, akkor ezt egy idő után szerintem ki lehet termelni. A vendéglátás minősége függ a jó beszállítóktól is. Ugyan nincs könnyű dolga annak, aki a legjobbat keresi, de egy kis erőfeszítéssel a magyar piacon is meg lehet találni a legmagasabb minőséget. Nagyon sok mindent meg lehet kapni itthon, hiába mondják azt, hogy nem, még nem megbízhatóak a magyar termelők, nem megbízhatóak a zöldségesek, a húsosok. Igazából utána kell járni mindennek. Nagyon sok idő kell hozzá, amíg 4-5 piacra elmész, és a 4-5 piacon, hogyha hétről hétre mész, és nézed, hogy kinél van általában hasonló, vagy ugyanolyan minőség, meg lehet találni itthon is azokat a beszállítókat, vagy azokat a termelőket, akiknek tényleg minőségi termékeik vannak. Nem feltétlenül kell elmenni egy nagy kereskedésbe, és akkor ott mindent megvenni, mert hogy őnek itt mindenük van, és kintről hozzák be. Kéne segíteni ezzel a magyar gazdaságot is, hogy ne csak a kinti dolgokat használjuk, ne csak azokat az alapanyagokat, amiket kinyomatnak, hanem ugye amik kifejezetten magyarok, például a mangalica, hogy azokat azt el lehet készíteni, hogy abból miket lehet csinálni. Az elégedett vendégekhez azonban nem elég a jó hozzávaló, a teljes élménynek stimmelnie kell. A legfontosabb az, hogy létrejöhessen egy hely, az igazából a csapatban rejlik, mert hogyha egy jó csapat van, egy jó társaság összejön, akik együtt tudnak dolgozni, akkor ez igazából kiérződik a vendégtérre is, csak a vendégek ezt érzik. Stabil minőséget szeretnénk adni állandóan, és hogy változzon, változatos legyen, megérje mindig lejönni ide, legnézni hozzánk, hogy mivel készültünk.